Hát nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt ma este, és tulajdonképpen a legnehezebb dolgom van, mert itt, ahogy körülnézek, talán Önök közül én ismerem legkevésbé Puskás Sándort. Én csak 2 évtizede ismerem. Önök viszont talán, legalábbis sokan Önök közül régebben, talán azt is megmerem kockáztatni, bár nem lenne illdomos, hogy talán még olyan is van itt a nézőtéren, aki 1945-ben, amikor ez még nem ilyen mozi volt, hanem egy nagyon szép színház, talán akkor is itt volt ebben a teremben, és hallotta Puskás Sándor első fellépését. Hát kedves vendégek, Puskás Sándor jubileumán, 40 esztendős énekesi pályafutásán, amikor is visszatért ide, az ő nevében is, és a zongora kísérő ifjabb Puskás Sándor a fia nevében is hadd köszöntsem Önöket. És hadd mondjam el, hogy ennek a jubileumi koncertnek volt egy előzménye. Volt egy előzménye méghozzá Budapesten, a fővárosi nagy cirkuszban, és nem is egy, hanem 2 estén át énekelt ott Puskás Sándor, és abban a műsorban meghívta azokat az énekes pályatársait, akik oly sok órát töltöttek vele színpadon, és még több órát gépjárművön, repülőn, vonaton, amikor is külföldre utaztak. Meghívta művészbarátait, és egyáltalán nem csendes jubileum volt, mert hangos ovációtól volt hangos a fővárosi nagycirkusz, és szerencsém volt konferálni azt a műsort is, és megkérdeztem Puskás Sándort, hogy Sanyikám, miért pont a fővárosi nagycirkuszt választottad ennek a színhelyéül, és azt mondja, hát ott férnek el a legtöbben. És még hányan maradtak kint? Hát nem tudom, hogy itt hányan maradtak kint, gondolom sokan, mert hiszen tele van a terem, és hadd mondjam el, hogy nagyon jól esik, hogy ennyien eljöttek, és ilyen nagy szeretettel, szíves tapssal köszöntötték Puskás Sándort, akinek a születésnapját is ünnepeltük akkor, október 29-én pontosan, a 60-at, és jól eső érzés volt az, hogy valaki 40 éves pályafutásán, születésnapján annyi ember tudott nótával köszönteni. A műsor bevezetéseként Erkel Ferenc bánkbányából énekelt egy áriát, majd egy magyar népdalcsokrot énekelt. Egy kicsit talán azzal is bizonyítva, hogy amikor ő járja a világot, akkor nem csak és kizárólag nótákat énekel. Egy konferencié társam el is nevezte Puskás Sándort a magyar dal utazó nagykövetének. És azt hiszem, hogy ez telibe talált, mert ahogy így a sok-sok utazásunk közben, beszélgetés során, úgy ki is derült, hát vagy 30 országban járt, és vagy 30 ország közönségének, részben ott élő magyaroknak, de nem csak magyaroknak, hanem az ott élő ős, honos embereknek elvitte a magyar dal üzenetét, és hát szórakoztatta őket, mert hiszen az egész élete ezt célozza, erre tette fel az egész életét. Egy ilyen pályafutás ünnepén illik egész röviden felidézni az állomásokat is. Hát az első, az induló állomás természetesen ez a terem volt, és ez a város, Kiskunhalas, innen indult el egykori pályafutása. És hát hadd mondjam el, hogy rendkívül szerény egyéniség Puskás Sándor, amikor leültem vele beszélgetni, hogy hát hadd mondjak el rólad valamit a pesti közönségnek, hiszen sokszor hallanak téged énekelni, de hát tulajdonképpen csak a dalaidat ismerik, meg a szerepléseidet, de hát rólad magadról is szeretnék valamit elmondani, és nagyon-nagyon nehezen tudtam kicsikarni néhány szót. Aztán volt egy olyan alkalom, hogy hadd szólaltassalak meg a színpadon, hadd kérdezzek tőled valamit, mert az is érdekli a közönséget. Hát arra se állt rá, nem állt kötélnek, azt mondta, hogy ő csak énekelni szeret, és abban mindent el tud mondani. Hát azért hosszú-hosszú utazások során mégis egy-két apróságot ki tudtam szedni belőle, ami a pályafutásával kapcsolatos, és úgy érzem, úgy illik, hogy egy ilyen jubileumi koncert alkalmával azért ennek a pályának, ennek a nagyon szép, tartalmas pályának néhány színfoltját egész röviden fel kell azért idézni. És természetesen ez a mai koncert is úgy, mint a budapesti, a fővárosi, hasonló módon állt össze. Néhányat meghívott azok közül a művésztársai közül, pályatársai közül, akivel nagyon-nagyon sok közös koncertet adott, és akikkel együtt szeretnének itt ma Önöknek nagyon kellemes estét szerezni. Hát kérem szépen, 40 év egy ember öltő, egy ember életében is sok, hát még egy művészi pályán, ezt csak azok tudják igazán, akik legalább ennyit eltöltöttek már a Rivalda fényben, a közönség színe előtt, de hát
Azt hiszem, hogy aki vállalja ezt a pályát, annak érdemes. Hát hogyan is indult ez a pálya? Mi volt az a döntő pont, az a döntő pillanat? Mert mindenkit ez érdekel, hogy hogyan indul valaki ezen a pályán. Hát a kalotaszegi Madonna volt az oka mindennek. És hogy így körülnézek, nagyon sok fiatalt látok, hál' Isten, de azért van a közép korosztályból is jó néhány, talán ők inkább emlékeznek a fiataloknak, hadd mondjam el. Ez a kalotaszegi Madonna, ez egy film volt, egy rendkívül nagy sikerű film, és hát Sárdi János játszotta a főszerepet, és volt ebben a filmben egy dal, Rózsalevél felkap a szél, talán még sokan önök közül emlékeznek is erre a dalra, és talán a filmre is. Hát talán ez a film, és főleg Sárdi János éneke, és főleg ez a dal volt az, ami a fiatal pékmestert, Puskás Sándor fiatal urat elindította egy teljesen más pályán. Őt is elkapta a dal heve, és ő is megtanulta ezt a dalt, és hát, ha már meg is tanult, akkor szerette volna el is énekelni, és ez történt is. 1945-ben, ebben a teremben felcsendült a Rózsalevél, Puskás Sándor ajkáról, és hatalmas ovációval fogadta a közönség a fiatal, tehetséges, akkor még ismeretlen Puskás Sándort. És ez indította őt el az útjára, erre a 40-esztendős útjára, és eljutottunk idáig, hogy itt az önök szíves jelenlétében ünnepelheti a 40-esztendős énekesi pályafutását. És hát hol is tartottam a pálya felelevenítésénél? Valahol 1945-nél. Akkor itt még színházterem volt, akkor Puskás Sándor fiatal pékmesterként lépett a közönség elé, és ma 40-esztendő múltán talán a városvezetői jó voltából is, és a sok-sok halasi barát segítségével jött létre ez a mai koncert. Hát hadd folytassam akkor ennek a pályának a felelevenítését, és talán éppen ott 45-nél folytatnám, ahol abba hagytam. Akkor az akkori koncert gázsia, hogy úgy mondjam, mert hiszen hát akkor is volt már gázsi, nem csak ma, de hát nem pénzben fizettek. Ahogy ő elmondta nekem, az akkori gázsia 2 kosár tojás volt, 25 liter halasi rizling, és egy jókora vászon zsáknyi szegedi rózsapaprika. Hát kérem szépen, ma, amikor pénzben kapjuk a gázsit, akkor nem is nagyon tudjuk már, hogy mennyivel többet ért ez a gázsi akkor, bár ami az utóbbit illeti, ezt a paprikát, azt hiszem, hogy ma is elfogadnánk alkalmasint egy kis zsáknyit, mert hát ugye nem vagyunk bőviben, de hát lassan úgy látszik, a történelem is ismétli önmagát, tehát akkor hát ilyen volt a gázsi. Na, hát persze félre a tréfával. Ezután a sikeres első szereplés után, ami itt a színházteremben volt, hát akkor kezdett el komolyan foglalkozni a gondolattal Puskás Sándor, hogy hát énekesnek készül, és innen akkor, az akkori viszonyok között, hát nem volt könnyű dolog, hetenként 2-szer feljár Budapestre énekelni, tanulni. Mert hát, hogy is van az a dolog, hogy az első szereplés az mindenkinek a fejébe száll a dicsőség, de aztán később rá kell jönni, hogy bizony nem olyan egyszerű ez a pálya, el kell kezdeni bizony komolyan tanulni ezt a szakmát, és hadd mondjam el valamennyi fellépő művésztársamról, hogy mindenki szorgalmasan skálázott a fellépés előtt, mert hiszen a tanulásból és az énekhang ápolásából soha nem elég. Nos, akkor, tehát mint mondottam, hetenként 2-szer feljárt Puskás Sándor Pestre, énektanárai között volt Dr. László Géza és Ples László, és hát úgy látszik, hogy nagyon gyorsan haladt az ének tanulmányaival, mert egy évvel később, 1946 őszén már meg is hívták a rádióba, 2 élő adása, ott is énekelt. Az egyikben népdalokat énekelt, a másikban operett részleteket. Hát kérem szépen, népdalokat már hallottunk Puskás Sándortól, most operett részletek következnek. De hát még azért mielőtt ezek felcsendülnének, hadd mondjam el, hogy ott a rádióban akkor az akkori slágerlista élén álló Buttola Ede zenekara kísérte. Hát itt ma este ifja Puskás Sándor fogja zongorán kísérni, és Salasovics Dezső és zenekara, már aki tud majd csatlakozni a kísérethez. Hát egyébként a zongora kísérő ifja Puskás Sándorról hadd mondjam el, hogy hát van némi köze Puskás Sándorhoz, így már 41 esztendeje, és hát bizony szorgalmasan kíséri édesapját, nem csak zongorán, hanem külföldi útjain is. Hát ő lesz ma a kísérője. A rádió az egyébként Puskás Sándor azóta sem lett hűtlen, a rádió sem hozzá, rendszeres vendége a Bródy Sándor utcai stúdió épületnek, de hát ez még egy kicsit előbbre van, még egy kicsit hadd kanyarodjak vissza, ahhoz, hogy a rádióban akkor dalokat, népdalokat és operetteket énekelt. Hát kérem szépen, innen Kiskun Halasról az útja,
Debrecenbe vezetett. Debrecenbe az akkori Csokonai Színház opera társulatához szerződött. Hát persze a 40-es évek vége táján egy opera társulat nem csak és kizárólag operákat adott elő, hanem természetesen operetteket is. Hát az ott eltöltött évei során a Carmenben, a Toszkában, a Hoffmann meséiben épp úgy fellépett, mint a Három a kislány című zenés játékban, a Vígözvegyben és számos más operetben alakította a Bon Vivant szerepeket. Vesztél volna, vesztél volna a fekete földbe. Húzzátok, cigányok, estétől reggelig, a sörtől, a bortól, a szép lánycsoktól bánatom elmúlik. Húzzátok, cigányok, estétől reggelig, a sörtől, a bortól, a szép lánycsoktól bánatom elmúlik. Húzzátok, cigányok, estétől reggelig, a sörtől, a bortól, a szép lánycsoktól a bánatom elmúlik. Húzzátok, cigányok, estétől reggelig, a sörtől, a bortól, a szép lánycsoktól bánatom elmúlik. Kedves Sanyi bácsi, először is nagyon köszönöm, hogy a település fejlesztési hozzájárulás mellett énekeltél a Sáros az utcátok című dal. Nagyon szépen köszönjük ezt a kedves, felejthetetlen estét, azt, hogy a főváros után itt Kiskunhalason is ünnepelhettük a 40. évfordulót. Mindannyiunk nevében kívánom, hogy nagyon sok szép ilyen kerek évfordulóban legyen együtt részünk. Hosszú évekig, évtizedekig énekeljél mindannyiunk kedvére, örömére és a magadére is. Ehhez kívánok neked minden jót, és kocincsunk. Nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.